A már hagyománnyá vált ünnepélyes megnyitóval kezdődött a 24. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok. A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy bemutassák azokat az írásos dokumentációkat, amelyeket a levéltárban őriznek. Ilyenkor a szakemberek bepillantást nyerhetnek nem csak a megye írásos emlékeibe, de a határon túli közgyűjteményekbe is. Minden évben egy tematika köré építik fel a programokat, idén az 1946-1947. Évi csehszlovák-magyar lakosság cseretörténelmi körülményeit és eseményeit kutatták. Igyekszünk olyan témát választani, ami vagy aktuális és évfordulóhoz kötődik, vagy a régióban aktuális, és úgy gondolom, hogy most a csehszlovák-magyar lakosság csere, ami 70 évvel ezelőtt történt, az nagyon aktuális lehet, hiszen sokan érintettek még, és sokan érdeklődnek a források iránt és maga iránt, a történet iránt is. A szakmai előadásokon többek között Bukovszky László is bemutatta a Csehszlovákiai Magyar Demokratikus Népi Szövetség érdekvédő tevékenységét a II. Világháború után. Az elsődleges célja az ilyen rendezvénynek gondolom, hogy az, hogy felhívja a figyelmet a mának arra, hogy tulajdonképpen pillanatnyi idő leforgása alatt mire képes a politika, mire képesek azok az emberek, akik több évtizedeken, évszázadokon keresztül egymás mellett békésen együtt élnek, és bármiféle ideológiák, hatalmi, tulajdoni vagy vagyoni kérdésekre rámutatva képesek egymás ellen fordulni. Proarchívú emléklapot kaptak, akik szakmai munkájukkal segítik a levéltár életét, vagy értékes iratokat ajándékoznak a gyűjteménynek. Idén 9 díjazott vette át az elismerést. A levéltári napokhoz hasonló programok elősegítik a megye határon átnyúló kapcsolatainak megerősítését, hangzott el a rendezvényen. A 24. levéltári napok pénteken Szlovákiában folytatódik. Kassán gróf Eszterházy János szobrát koszorúzzák meg.